Sziasztok! Jövök a csomagom érkezett videó második részével. Nagyon hosszúnak találtam egyben kitenni ezt a videót, úgyhogy két részletben láthatjátok. A csomag felénél tartunk körülbelül, és most jön a második fele. Mindenről álmodom, amit tudok, de majd érkeznek vele videók, meg vélemények. Aztán van itt egy Marc Jacobs szemhéjpúder. Ha minden igaz, ezt nagyon sokan használták, ezt a szemhéjpúdert, a Beccának a highlightere helyett. De nem biztos, hogy jól mondom, mert erről, ahogy én kinyitom, formára, meg mindenre, a Becca highlightere jut eszembe. Mégpedig a Beccának ez a kis highlightere, és így, hogy ki, na, így látszik, hogy ez egy picit rózsaszínesebb, ez meg pezsgősebb. De ez is megy a highlighterek közé, mert ez, erről nekem is az jut eszembe, hogy highlighter. Az meg, hogy szoktam highlightert használni a szemhéjamra, az egy másik dolog, mert glitterragasztóval, ha használom, akkor minden ott marad. Meg sem moccan, semmi. Úgyhogy ez egy tök jó cucc. Alapozó. Van itt sok alapozó. Van itt egy NARS Soft Matte 3,5-ös Complete Foundation. Ez egy NARS alapozó. Az az igazság, soft matte, szóval ilyen nem olyan durva matt. Nekem a matt alapozók szoktak tetszeni, Adél viszont nem szereti a matt alapozókat, úgyhogy tőle azért kapok ilyen soft matte jellegűeket. Kíváncsi vagyok erre a NARS alapozóra. Meglátjuk, hogy majd milyen lesz. Nem akarom nagyon nyitogatni a termékeket, mert ez is egy olyan, ami nem zár tökéletesen a csőre, pedig rá van húzva, mint az állat. 3,5-es light árnyalat, szóval egy egész világos árnyalat. Kíváncsi leszek rá, remélem fogom szeretni. Úgyhogy ő is egy tök jó dolog. Ami ma az arcomon van, az a Guerlainnek a Terracottal a Taint milyen alapozója. Ez egy ilyen 24 órás alapozó, és 35 millis Healthy Glow alapozó, tehát ez sem egy matt alapozó, és az árnyalata pedig az üvegen biztos rajta van, másfeles ennes árnyalat, ezt használtam most, ez egy pumpás alapozó. Nekem először egy picit megült így az arcomon, de egy idő után, ugye, ahogy elkezdem átzsírosodni, nagyon szépen terül, és tényleg elég tartósnak tűnik, úgyhogy ez bejött ez az alapozó, mondom, ezt már ki is próbáltam, úgyhogy igen. És mekkes púderrel van fixálva, tetszik. Örülök neki mindig, mikor tetszik, amit küldöd el, mert hát nyilván azért küldi, hogy tudjam használni. Aztán... Van itt egy Dior Forever, na őt vettem Adéltól, ez a 2N-es árnyalat, ő nekem is megvan itthon, és mivel Adél eladta az övét, és azt hiszem egyszerre lett véve, ezért úgy döntöttem, hogy őt megveszem, úgyhogy ő az enyémnek az utánpótlása lesz, őt ismerem, szép bőrkép, kényelmes viselet, tök jó az a Dior Forever, úgyhogy igen, ezt nem tudom túlragozni, mert ismerem azt az alapozót. Aztán van még itt alapozó, az Yves Saint Laurent-nak a Touche Éclat alapozója, ebből ennyi hiányzik, nem sok, vagy még annyi se, úgyhogy le van kopva róla kb. Minden, az a B20-as árnyalat, tehát ez volt azért használatban, vagy legalábbis ezek az aranybetűk szeretnek ezekről a csomagolásokról lekopni, és annyira luxi egyébként így a csomagolása, hogy így kupak, meg izé, meg aranyszínű, meg minden. Ezt nem tudom, hogy próbáltam-e már, mert Adélnál is próbáltam egy alapozót, és talán ez volt, de nem merek rá megesküdni, úgyhogy nem tudom. Minden esetre használatban lesz véve ő is. Ez egy lágyabb fedésű alapozó, nem ez a matt vonal, úgyhogy egy természetesebb, könnyedebb alapozó akarna lenni. Remélem, hogy szeretni fogja a bőröm. Aztán van egy 2 Dior Backstage, az egy N és a másfeles N, hát ebből mind a kettőből egyébként alig hiányzik valamennyi, nem sok. Az egy N az talán világos nekem. A másfeles N az viszont jó lehet, de viszont van itt nekem ebből az alapozóból egy 2W0-ás.
Ez meg nekem egy kicsit sárgás és sötét, ezt Klaudiától kaptam, és viszont keverve tök jó lesz ez a három alapozó nekem, mert ebből ki fogom tudni keverni a saját színemet, úgyhogy ja. És a backstage alapozókról jókat szoktak mondani, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez is be fog jönni úgy, mint a többi Dior, vagy legalábbis amit eddig a Dioréktól próbáltam. Aztán van itt egy Tom Ford Tinted Glow Moisturizer. Ez egy fényesítő, ilyen, tudjátok, ezek a tinted szérumok, amik most divatok. Árnyalat. 4.0-ás. Ez egy elég világosnak tűnő árnyalat. Megpróbálom úgy megmutatni, hogy lássátok, ez egy ilyen tinted moisturizer. Hát a kamerában baromi világos egyébként, aztán lehet, hogy élőben is az. Majd meglátjuk felvéve. Van itt kettő darab fényesítő dolog, a Charlotte Tilbury-nek a Hollywood Flawless filtere. Ez a kettes fair árnyalat, ugye ennek a dupja a rimmelt multitaskerje. És tök jó, mert mind a kettőt. A multitaskerből nekem is van egy árnyalatom. Az én árnyalatom, ami megvan, az a kettes fair, és Adéltól kaptam az egyes lightot. Plusz még a Hollywood Flawless filtert is kaptam, úgyhogy össze fogom vetni a kettőt, hogy tényleg mennyire dupja egyik a másiknak. Kíváncsi vagyok rá, mert én a rimmelt használtam, és baromi jó volt a rimmel, úgyhogy ahhoz képest nagyon kíváncsi vagyok, hogy az eredeti az mit tud. Mert hát azért a rimmel 5000 forint, a Charlotte Tilbury-re meg 18-20, szóval igen. Ugye ez is olyan csomagolása van, mint a Yves Saint Laurent-nak, ugye rányomott betűk, és baromi jól le tud kopni, ahogy tartod őket a fiókban, úgyhogy ja, ennek is azért ilyen kopott a csomagolása. A rimmelnek azért nem kopik a csomagolása, mert ez egy címkén van rajta. Úgyhogy igen, ez ilyen trükkös dolog. Aztán vannak még itt korrektorok. Hú, meg még egy csomó minden, jesszus. Sose érünk a végére. Szóval Dior Forever korrektor, másfeles N árnyalatban. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ugye a Diornak az alapozójával lehet majd használni. Nem használtam még Dior korrektort, azt hiszem. Nem hiszem, hogy próbáltam, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mennyire lesz jó az én kis öregedő arcbőrömön. Aztán korrektor. A mai nap folyamán használtam a Tom Fordnak a korrektorát. Ez egy fényes korrektor. Látszik is a szemkörnyékem, hogy gyönyörűen ragyog, vagy legalábbis nagyon szépen ki van világosítva itt ez a rész. Nekem ez baromira tetszik. Nem azt ígéri, hogy eltünteti a kis szarkaláb vagy ráncaimat, vagy nem is tudom mik vannak, mert nem mondhatnám olyan nagy ráncoknak, de nagyon szép, van egy pici illata, és gyönyörű így a szemkörnyék tőle. Ideig nem hoztam le, de ragyog, annyira ragyog a szemkörnyékem tőle, hogy először fura volt, de már most így nagyon tetszik, úgyhogy ő van ma rajtam. Plusz van még itt egy Natasha Denona korrektor N3-as árnyalatban. Őróla nem tudok sok mindent, mert nem is kérdeztem utána, de Natasha Denona mostanság jött ki korrektorokkal, úgyhogy meg fogom próbálni. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud egy, ugye nekem csak szem héjpúder palettám van a Natasától, úgyhogy ezt is egy nagy nevű sminkes csinálta, aki tudja, mit csinál. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Talán Adélnak az állaga nem volt jó, vagy a színe? Szerintem a színe. Szerintem sötét volt, de nem tudom, tehát teljesen mindegy. Köszönöm neki, hogy nekem adta, hogy használjam el. Jaj, mi van még itt, jesszusom? Szóval, Kiko púder. Van itt egy Kiko púder. Én nagyon bírom a Kiko cuccokat, mert olyan csomagolásuk van, hogy így, atya úristen, ez egy Kiko púder, és nézzétek meg, milyen a mintája. Tehát ilyen domború, mint a Mac. Gyönyörű, szép, nagyon jó világos púder. Úgyhogy remélhetőleg jó is lesz. Matt púder, 02-es cookie árnyalatban. Tehát ez egy mattító púder. Teljesen jó. Aztán van itt egy Dior Highlighter paletta.
Azt hiszem, hogy ez a mindenki kedvence paletta, gyönyörű tényleg. Nem mondom azt, hogy a Diortól nem láttam pigmentáltabb highlightert, meg nem láttam még pigmentáltabb szemhéjpúder palettát, de az tény, hogy ezek kifinomultak, és szépek, és tartósak. Na de mi szép már, gyönyörűek, tehát nagyon szép ez a paletta, és én mostanában egy kicsit rá vagyok kattam a highlighterekre, úgyhogy igen. Aztán korrektor, van itt egy tárt korrektor méret, szerintem ez nem az eredeti méret. 22 N-es árnyalatban, és ugye nekem megvan a Rimmelnek a multitaskere, amit mindenki mond, hogy ennek a dupja. Majd meg fogjuk nézni, hol vagy. Tehát van egy Rimmel multitaskerem, még színbe is majdnem passzol, úgyhogy össze fogjuk vetni a kettőt. Valamikor egy videóban majd jövök vele, mert ezt is ki akarom próbálni. Mindegyiket. Shape Tape, Ultra Creamy Concealer, aha. Csak megtalálom a nevét is a terméknek. Pi-pi-pi-pi. Van itt egy Chanel. Nagyon look, tehát ezeknek a csomagolása őrület. Benyomod a tetejét, és úgy jön ki a szempillaspirál. Ez egy bordó szempillaspirál. Ilyen színű bordó szempillaspirál. Ezerszer nézegettem az Avonba ezeket a szempillaspirálokat, és sosem vettem, úgyhogy ki fogjuk próbálni. Ilyen színű, bordós, lilás, rózsaszínes, nem tudnám meghatározni, milyen színe van. Kipróbáljuk. Az applikátora az ilyen szilikonos applikátor, meglátjuk, hogy milyen lesz. Nem tudom, milyen lehet, nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként. De a csomagolása az tényleg 100%, ezt bedobod a táskádba, soha az életben nem fog neked szétugrani, mert hogy különbe kell nyomni a végét. Ezek a csomagolások, aki ezeket kitalálja. Aztán van itt egy Pat McGrath Intensify Longwear Primer, ez egy szemhéj primer. A mai nap folyamán ezt használtam, és nem tudom, milyen állapotban van a szemsminkem, délután van, késő délután. Őt kaptam, mint szemhéjbázist. Nem tudom, hogy a délnak miért nem kellett, nem akarok hülyeséget mondani. Kipróbálom, és használni is fogom, ma is kipróbáltam, és úgy látom, hogy tök jó a szemsminkem. Elhasználom minden esetre. Egy Pat McGrath csak jó lehet, sőt, a saját termékével, ha a saját palettájával használok, akkor meg... Szóval kíváncsian várom, hogy milyen. Egyébként nehéz a csomagolása, tehát maga a Pat McGrath csomagolások minősége az azért így nagyon ott van. És ez egy ilyen applikátoros megoldású szemhéjbázis. Én a pumpásat vagy kinyomósat jobban tudnám értékelni, mint ezt a bőrhöz érintőset, de most ebben nem kekeckedünk, csak mondom, hogy én azokat jobban szeretem. Aztán még mindig Pat McGrath, van itt egy Full Coverage Sublime Perfection Concealer 5 ml és L4-es árnyalat. Ez egy Pat McGrath korrektor, és szerintem a színe jó lesz. Dicsérték a csajok, mikor ott voltunk, hogy tök jó. Ez is egy ilyen tipikus korrektor kiszerelésű korrektor. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az én kis szemem alatt. Nagyon örülök neki egyébként, hogy kipróbálhatom. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz rajtam egy Pat McGrath korrektor. Szóval ez a két termék minimum a fél vesémet kéne érte eladni. Úgyhogy ja, nagyon megtisztelő, hogy én kaptam őket ajándékba Adéltól. Na, mivel menjünk tovább? Van itt szempillaspirál. Egy Chanel Noir Allure szempillaspirál. Ez egy fekete szempillaspirál. Nem fogom kibontani rendesen. Nope. Ez egy fekete szempillaspirál, ugyanúgy működik, mint a másik, hogy benyomod a tetejét, itt van rajta, hogy fekete, tehát ugyanúgy működik, ahogy ez,
hogy így benyomod a tetejét, és kijön a spirál. Nem fogom kibontani egyelőre még, mert vannak használatban spiráljaim. Amit szintén Adéltól kaptam, csak azt a táskámban hoztam el, és el ne felejtsem megmutatni, egy Yves Saint Laurent, milyen? Lash Glass. Kettes árnyalatú, barna szempilla spirál, ez van most a szememben. Ezt hazahoztam a táskámba akkor, mert ezt használni akartam így a mindennapokban, és most őt használom, ez egy barna szempilla spirál, óriási nagy kefével. Nem mondom, hogy annyira elájultam tőle, szép pillákat csinál, de az állaga az így napról napra meglepő, mert így kezd csomósodni néha, úgyhogy igen. És nem volt Adélnál sokáig nyitva, mert szerintem, ha kétszer használta, akkor sokat nem pereg, nem potyog, és aránylag könnyen le is tudom mosni. De őt most használom, hogy fogjon el minél előbb, mert nehogy az legyen, hogy itt tönkre megy nekem. Aztán van itt még egy fényvédő, ezt itthon is lehet kapni, ez a Hawaiian Tropic Silk Hydration fényvédője. Ezt próbáltam Adélnál, ez egy elég fényes fényvédő, pumpás adagolója van, ezt a Rossmannban is lehet kapni, viszont nem rossz. Ez egy 30-as ultralight texture, tényleg könnyű a formulája, egy 30-as fényvédő, 50 millis. Nem rossz, fényes. Tehát fénylik tőle a fejed, úgyhogy ez is egy olyan, amit el kellene használni még a télen szerintem, bár zárt csomagolás, úgyhogy lehet, hogy ez is a hűtőben fog kikötni. És emlékeim szerint tök könnyű az állaga, csak fényes a finise, ami nem annyira gáz, mert kezdünk hozzászokni, hogy fényes a finise, kb. Minden fényvédőnek. Vannak még itt szempilla spirálok, Diorok, hát van két Dior Show, van itt egy ilyen Iconic Overcurl, és egy sima Dior Show szempilla spirál, ez a mini kiszerelés. Meg van itt egy Marc Jacobs is, szintén mini kiszerelés ebben a nagyon cuki, csikos, limitált kiadásban. Ennek volt palettája is, ami ilyen kiadás volt, gondolom akkor volt bronzer, highlighter, meg minden. Ez egy ilyen csíkos kiadású mini kiszerelés, ez marad itt a dobozban, mert nem akarok mindent kibontogatni. Aztán van itt kettő Dior J'adore parfüm, kettő darab. Imádom ezt a parfümöt, már kettő ilyen minit elhasználtam, azt hiszem, úgyhogy ez megy a parfümös polcomra, és bőségesen fogom locsolgatni magamat. Nagyon jó illata van, nagyon szeretem ezt az illatot. Aztán van itt három darab Lip Maximizer, ilyen mini kiszerelésű, van itt egy 001-es, van itt egy ez is 001, csak ez az Addict Lip Maximizer, tehát más típusú. Ezeket se bontottam még ki, még nem. És a Dior Addict Lip Maximizerből van még egy 0.38-as árnyalatú, de jó színe van, egy ilyen sötétebb kis ajak ápoló, színező, cucc. Úgyhogy igen, ez a maximizerek, ezek ilyen ajakápoló jellegű cuccok. Plumping és hidratáló, szóval ez plumpingol is, ez is plumpingol, ami azt jelenti, hogy egy kicsit csípi a szádat és megdőzött tőle. Ez meg szerintem csak színt ad, úgyhogy igen. Én nagyon bírom ezeket a kis kiszereléseket, mert szerintem egy nagyot soha nem tudnék elhasználni. Aztán egy ilyet már kaptam, és el is használtam Adéltől, de jó, hogy nem vettem újra. Maybellinnek ez a Tattoo Bro stylingéje. Annó az is az övé volt, amit kaptam, de az talán sötét volt, neki, vagy nem is tudom már, hogy volt, nem találok rajta árnyalatot.
Nem tudom megmondani az árnyalatát, teljesen mindegy, egy ilyet már elhasználtam, ez egy tök jó kefés ilyen szemöldök fixáló, én nagyon szeretem, ezt újra is akartam venni, de aztán Adiától megkaptam az övét, mert ő talált másikat, vagy talált jobbat, teljesen mindegy, itt van, elhasználom. Aztán van itt egy rúzs, vagyis jobban mondva kettő, a Natasha Denona-nak van itt egy rúzsa, I Need a Nude, 11NB Natasha árnyalat. Ezt a mai nap folyamán kipróbáltam, ezt a nude színt. Ez egy elég világos nude szín, szóval az én számon egy kicsit sáppasztó a nude, viszont ma kipróbáltam ezt a színt a Catrice-nek ezekkel a plumpingos ceruzáival. A színű ceruza, ami tök jól mutat, az egyik a 69-es, a másik pedig a 150-es. Ha ezzel kontúrozom körbe a számot, akkor baromi jól néz ki, hogy belül pedig világosabb nude szín, úgyhogy nagyon csini kis rúzsozásom volt a délelőtt folyamán, ez most egy másik rúzsa számon, ráadásul már szegény rúzst, ezt is lebeszéltem szinte teljesen, mágneses a csomagolása, és nagyon szép ez a fehér csomagolása a Natasha Denona-nak, tehát tényleg olyan luxi, és tök jól működik a Catrice ceruzákkal. Aztán Inglot Pigment, Jennifer Lopez-es Inglot Pure Pigment Eyeshadow Silver Dollar. Ez egy nagyon szép, ilyen, hát ilyen rózsaszínes, barackos pigment, vagy én nem is tudom mi ez. És igazság szerint ilyen. Hát ide kellene alá valami kis szemhéj alap, vagy legalább olyasmi. Gyönyörű fénye van, ettől rózsaszínabb, mint amit ti láttok. Hát én magában nem szívesen használom, de glitter ragasztóval ez gyönyörű lesz a szemen. És nekem még nem nagyon volt ilyen glitterem, úgyhogy ezt nagyon várom, hogy kipróbáljam egy szép barna háttérrel. Gyönyörű. Plusz itt van még a Diornak, amit mindenki nagyon vadászott. Ez a rúzs 999-es, tudjátok, ez a cuppantásra aranyszínű csillámokat előhozó ikonikus Dior rúzs. Na, ezt ki fogjuk próbálni videóban, ugyanis én ennek megvettem az avonos dupját, de az az avonos az úgy ragad, meg úgy szárít, mint a veszedelem. Jó, mondjuk ez azért 10-20 ezer forint, az meg volt 3 ezer. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit tud, mert hogy eleve elég vad színe van, de hogy ez biztos, hogy gyönyörű lesz. De gondolom, hogy nem egy mindennapi használatú rúzs. Picit kihúzom ide a kezemre. Hű, nagyon durva. És nagyon szép. Tényleg vannak benne csillámok. Gyönyörű színe van. Gyönyörű színe van tényleg. Na hát ezt tudni nem fogom tudni lemosni. Nagyon szép, és tényleg előjönnek benne a csillámok, de ezt így videóban nem fogom tudni most megmutatni. És nem ragad, hanem ez a púderes érzete van. És nem bírom lemosni. Ajaj! Na, ezt gyorsan letöröljük, mielőtt ide köt, és ez a púderes érzetű, nagyon fincsi cucc. Oké, ez volt a dobozban, aztán visszapakolok ide. Nem férek el már az asztalon, úgy szétpakoltam. Van itt egy Laura Lee paletta. Laura Lee-től nekem van highlight palettám is, meg szemhéjpúder palettám is, és van itt egy Laura Lee paletta. Ebben ez a három matt szín, ez a, hogy vagyunk? Ez a három fényes, ez a három meg matt, ilyen kis őszi színeket idéző, szép kis sminket lehet bele csinálni. Ez a sárga, ez nagyon brutális színe van, szerintem nagyon szép. Van itt egy Dior Backstage paletta, mégpedig anyám tyúkja, hogy hívnak téged, 01-es nude Essentials paletta, ő. Ez egy tipikus nude paletta, semmi extra nincs benne, mindennapi használatra. Nincsen benne szemhéj alap, van középen egy ilyen
elég csillámos, fényes szín. Ez egyik se olyan brutál csillám. Ez van ma a belső szemzugomban, ez egy fényes, fényes fehér szín. Gyönyörű ez a paletta, maradjunk annyiba. Van benne nagyon világos szín, nagyon sötét szín, ezt kiteszed az asztalodra, és minden nap tudsz vele egy kifinomult sminket csinálni. Egy ilyen, tényleg, egy elegánsat. Úgyhogy nekem ez nagyon megtetszett. Ez a második Dior palettám, és mind a kettő nagyon tetszik. A második egy kicsit lilás, és az egyik kicsit lilásabb. Ennek még a doboza is megvan, úgyhogy ez egy kis ékszer doboz. Aztán van még itt egy olyan paletta, ami nem egy paletta-paletta, hanem egy csomó palettából, egy csomó szín. Ez a Jeffree Star-nak van egy mágnes palettája, ezt Adél beszerezte valahonnan, nem tudom honnan, és kiszedte a Jeffree Star palettáiból azokat a színeket, amik neki tetszenek, és összerendezte ebbe a palettába. A mai sminkem ezzel készült, mert hiába, hogy elővettem a Dior palettát, kinyitottam ezt, és ebből készült a sminkem. Ez. Egyszerűen a Jeffree Star-nak olyan színei vannak, hogy így, úristen, ez a paletta nagyon-nagyon jó. Hiába, hogy ez egy ilyen összevisszaszedett paletta, mert hogy mindenből, ami neki tetszett, baromi jó. Tehát nekem nagyon bejön ez a paletta. Egyébként is bele vagyok most gárgyóva ezekbe a nude földszínekbe, de ez meg aztán teljesen touchra tett engem. Na, ezeket néztük. Azokat néztük. Akkor van még itt egy maréknyi. Remélem nem felejtek ki semmit. Na mindegy. Van itt egy Catrice pirosító. Egy ilyen pirosítóm már nekem volt, és nekem nem igazán jött be. Úgyhogy ezzel majd lesznek terveim ezekkel. Ezek ilyen egyszer próbált cuccok. Mindenki ismeri ezt a Catrice Blush Box barack színű pirosítót. Ez nekem is megvan, egy Essence Choose Your Glow Highlighter paletta, ebből nekem is van egy a fiókomba, ez egy nagyon szép highlightereket tartalmazó paletta. Nem azt mondom, hogy a pigmentált csak csúcsa, de azért, ha így belenyúlsz, azért az úgy ott van. Szóval nem csillámos, hanem nagyon szép, sima a swatcha is, tehát ez a nagyon finom kis highlighter. Úgyhogy ez az Essence paletta, ez egy nagyon jó paletta. Sofix palettám nekem is volt. Eladtam? Vagy elajándékoztam? Szerintem eladtam. Ez a Revolutionnek ez a Sofix palettája. Én szerettem nagyon, aztán nem tudom most Adél mi adta nekem. Ez is egy tök jó paletta, elég száraz formula, de nagyon különleges és szép színek vannak benne. Aztán, hú, ezt mennyit néztem, hogy megvegyem, ne vegyem ezeket a kollekciós highlightereket. Egy Catrice Disney princesses highlighter paletta, ez a Belle highlighter palett, 020-as Never Give Up árnyalatú palettája, van benne egy tükör, meg van benne három színű highlighter, nem tudom, hogy mutassam, mert nem látni annyira fénylik. Gyönyörű színek, de nem vagyok, tehát így belenyúlok, és én nem ájulszom el tőle. Nekem a Choose Your Glow-ba jobbak vannak. Valahogy nekem azok erősebbek. Látjátok? Tehát nem tudom, és ezt így nagyon szép, meg tényleg, de azért ettől láttam már jobbat, mert ahogy kinyitod ezt a palettát, azt várod, hogy nagy hűha. Azért lehet, hogy én vagyok elfogult, mert hogy nem vettem meg, aztán annyit gondolkodtam rajta, és lehet, hogy most nem is akarom szeretni. De egyébként nagyon szép, tehát óriás mennyiségű highlighter van benne, utcára viszont kifinomult színek, tehát nem is kell utcára olyan, ami az űrből is látszik, mert azzal hülyének néznek konkrétan. Aztán még mindig Disney Princess, az Ariel paletta. Aztán szép kis fényesek vannak benne, meg szép színek vannak benne, bár ezeket nem értem az Essence-nek, hogy ezt így miért kell az egyébként is kicsipent még kisebbre csinálni. Pont olyan színekkel, ami lehet, hogy többnyire vívő színe lenne a palettának, ezt így nem értem. Úgyhogy igen. Ez egy nagyon szép paletta.
Ja, úgyhogy ennyike. Nem tudok róla egyebet mondani. Én nem próbáltam még, de nem is mondom, hogy ki fogom próbálni, hanem ezekkel a termékekkel terveim vannak. Úgyhogy igen. Igen, valami van még? Hát remélem, hogy nem felejtettem ki semmit. Ez is egy, ja, neszeszert nem mondtam, ez is egy neszeszer, szintén egy Loralee neszeszer. Nagyon örülök neki, imádom a neszeszereket, amiket Adél szokott küldeni, mert mindegyik baromira kihasználható. Szerintem mindent elmondtam, ami a csomagban érkezett, úgyhogy ha valamit kifelejtettem, majd még hozzáteszem valamikor valamelyik hol videóban. Előfordulhat, hogy itt közben kiszedtem valamit, akár palettát is, akár bármit, mert azért szedtem ki pár dolgot a csomagból, amit így hirtelen szerettem volna használni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, millió puszi nektek, sziasztok!